Érdemes-e a történelmi régmúltat, vagy akár a tegnap előttöt is jelszavak fabrikálására felhasználni? Ez a kérdés itt lebeg, amióta az országos tüntetéseken megidézték már Mátyás királyt, alkotmányozó nemzetgyűlést hirdettek, és volt, aki az aranybulla jogfolytonosságára hivatkozott, ami a Kossuth téren sűrűn emlegetett 56-os forradalom idején sem jutott eszébe senkinek. Időnként a valóságot leváltja a valóság képzete? Miről árulkodnak a szövegek, a transzparensekre pingált szavak és a szónoklatok a tüntetésen, amelyet egy tegnapi felszólaló egyenesen orális forradalomnak nevezett? Csak őrült beszéd, és még rendszer sincs benne? A miniszterelnök ellen megírt bűnvádi feljelentés azt mutatja, hogy a szavak a jogmérlegén is latolgathatók. Mindaz, amit 10 napja látunk és hallunk, értelmezhető-e a paragrafusok nyelvén? Tehát Magyarország 2006-ban egy 10 napja tartó tüntetés sorozat beszédeinek, skandálásainak és transzparenseinek tükrében ez lesz a mai műsor. Csak egy dolog világos, a tüntetők egy másik miniszterelnököt és egy másik kormányt akarnak. De hogy mit akarnak még, az egyre nagyobb homályba vész. Néha egyenesen történelmi homályba. Ma estére 3 különböző összeállítást készítettünk, leginkább arról, ami a budapesti Kossuth téren, a színpadon és az előtt történik mostanában, illetve az elmúlt napokban. Adásunk ennek következtében valamennyire rendhagyó szerkezetű lesz, ugyanis egy-egy részlet lejátszása után 3 kitűnő szakemberrel fogok beszélgetni, velük együtt értékeljük a látottakat, tehát Rib Zoltán történésszel, Becher Iván íróval, publicistával és Tóth Mihály büntetőjogásszal. Következzék akkor az első összeállítás 2006. szeptember 17-26 között Magyarországról. Így énekeltek eleink már 400 évvel ezelőtt is. Üdvözlégy, világ asszonya, Magyarország patronája, bűnösöknek szószólója, édesanyánk, Szűz Mária. Én tudom és hiszem, nekem nem rühös a hazám, nekem nem kurva a hazám. Emberek haltak meg, véréket hullatták, emberek harcoltak ezért az nemzetért, és szégyenletesnek tartom azt, hogy Európa rajtunk röhög. Mátyás király szavait hoztam el nektek, szent királyunkra hallgassatok, és ez pedig így szól. Az Isten szolgálatára bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata. Azt kívánom nekünk, azt kívánom nektek, hogy méltóképpen szolgáljuk hazánkat és az Istent. És most felbuzog az ő vérük, most megelevenednek a csontok és a testek a föld alatt, és mind ide gyülekeznek a Kossuth Lajos apánk terére, és ránk tekint Rákóczi nagy fejedelem. Pro patria et libertate, ezt mondjuk mindenkinek a fülébe, mint örök érvényű szót. Akkor most egy pillanatra, szeretett magyar testvérek, csendesedjünk el, nézzünk magyar lelkiismeretünkbe, és mielőtt újra felerősödik a hangunk ma, meg holnap után, meg azután, ameddig kell ezt a processziót járni, belül most egy pillanatra legyen csend. És azt kérjük, hogy ő is tegye az egyetlen dolgot, ami az ő dolga. Gondoljunk azokra a hőseinkre, valahányszor ezt a táblát meglátjuk, akik ezt a fantasztikus és világra szóló rendezvény sorozatot életük és egzisztenciájuk kockáztatásával megkezdték. Adja meg az Úristen mindnyájunknak reménységét,
hogy a reménykedő emberek világosságot lássanak, pozitív gondolkodással megbocsátani, kiengesztelődni tudjanak, és masírozzanak előre a remény útján abba a jövőbe, ahol újra miénk lesz a hazánk, a hit, a tradíció, a kenyér, a föld és önmagunk. Adja meg az Isten, és áldja meg ezt a táblát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A komcsi csalt, a komcsi csal, a komcsi csalni fog! Az egyik hatalom birtokosa, Gyurcsány Ferenc és klánja. A másik hatalom birtokosa, mi vagyunk, a fölséges nép. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában. Na hát akkor körülbelül ez volt az első filmösszeállítás, lesz még kettő, és akkor azt kérem vendégeinkkel, hogy beszéljük ki mindazt, amit idáig látunk. Én nagyjából jegyzeteltem, és a következőket hozták szóba Szónokok, illetve a Transzparensek. Isten, haza, szent királyunk, Kossuth apánk, Rákóczi nagy fejedelem egyfelől, aztán szeretett magyar testvéreink, magyar lelkiismeret, magyar föld, magyar haza másfelől. Milyen szóhasználat ez, milyen gondolkodásmódot tükröz, egyáltalán milyen történelmi hagyományra épít Rib Zoltán? Hát nekem a talajgyökér és a rögvalóság még hiányzott, szerintem. Még egyszer mi? A talajgyökér és rögvalóság, mert nekem az volt a benyomásom erről az egész tüntetés sorozatról, már ami a jelszavakat, meg a hangulatot, meg a megnyilvánulásokat illeti, hogy ez pontos lenyomata annak az ideológiai katyvasznak, ami az egy a tábor, egy a zászló címen összehozott Fideszt jellemzi. És ami a legszomorúbb az egészben, hogy itt a szélső jobb oldal dominálja, a szélső jobb oldal hangja dominálja ezt az egész tüntetést. Ez miből derült ki az ön számára? Pontosan ebből az ideológiai zűrzavarból. Ugye annak idején, mikor a rendszerváltásra foglalkoztam most, elég hosszú időn kezdett egy könyvet is írtam róla, és tanulmányoztam az MDF megszületését, fölemelkedését, és azok a már két világháború közötti 30-es, 40-es évekből származó jelszavak, szimbólumok, gondolatok, azok nagyon erőteljesen jelen voltak a mai magyar jobboldal megszerveződésénél, amikor Antal József még nem volt az MDF tagja, Csurka István, Lezsák Sándor, Csengei Dénes, Csóri Sándor, ugye a Cségárda jelképezte elsősorban, de jelentette elsősorban ennek a pártnak a megszületését, akkor még mozgalomként. És ezek a gondolatok, mikor a pártás szerveződés elkezdődött, akkor összekeveredtek azzal a fajta konzervativizmussal, amit Antal József próbált képviselni, egyfajta korszerűsített betlenista felfogás és a nyugat-német keresztény demokráciának valamiféle ellegye. És abból a gondolatból indult ki, vagy abból a tervből származtatta a politikáját, hogy ez a nacionalista, radikális jobboldal, ez pacifikálható a kormányzás közepette, ezt e fölé kerekedhet az ő általa elgondolt konzervatív kereszténydemokrata párt. Most nem ez történt, hanem pont fordítva történt. Kivált belőle ez a szélsőséges jobboldali párt, és mikor Orbán Viktor észrevette az űrt a jobboldalon, akkor nem azt tette, amit Antal József, hanem annak pontosan az ellentétét. Elkezdte fölmondani azokat a jelszavakat, amelyek a teljes jobboldal megszólítására alkalmasak, és ezeket készen találtak. Ezek azok, amiket az imént is például én idéztem, meghallottuk az előbbi bejátszásban. Ez az egész katyvasz, ez pontosan ezt az ideológiai zűrzavar tükrözi, amelyik összetartja a mai jobboldal, tehát itt a Szent Koronatantól a szívcsakrán át, a sumér magyar rokonságig, az Árpád-sávos zászlóig, az én boldog az, hogy anyánktól kezdve a különböző prédikációig itt mindent megtalálható, tehát ezért nem lehet egységes képet alkotni arról. Tehát nincs olyan jóhiszemű megközelítés, amely teremt egyfajta logikát ezek között, azt mondja?
De van egyfajta logikája, a hatalom logikája. Nevezetesen az, hogy ezt a fajta jobboldalt csak ezek a közös hívószavak, ezek a közössé vált szimbólumok tartják össze. Annak idején a két világháború között mondjuk élesen szembeállt egymással a népnemzeti harmadik utas radikalizmus és a, mondjuk a hortizmus. Ma ez békésen megfér egymás mellett, ez az ideológiai katyvasz, ez remekül feloldotta egymás mellett. Itt nagyon jól megfér egymás mellett Szent István és Koppány. Láthatjuk ugye a egyfelől a Szent Korona tant, másfelől az ős magyar, nem tudom, mi csodákat itt a rovásírásos zászló. Igen, tehát elképesztő. Iván akart valamit mondani, parancsolj. Teljesen evidens, ez nem is lehet nem egyetérteni, azt nem gondolkodó magyar embernek, hogy ez egy katyvasz, egy borzalom. Azért érdemes megnézni, mi nincs benne. Tehát milyen értékek, nem véletlenül sem, melyek azok az értékek. A tisztesség kedvéért, bocsánat, szavát ne feledje, hadd tegyem hozzá azért, mi, illetve a különböző archívumok teljesen alkalmilag készítették ezeket a felvételeket, tehát hogy mondjam, a teljesség igénye nélkül, és azért teljes keresztmetszetet adni, arról nem tudtunk, ami a téren megfordult, ez azért a rendkedvéért hozzátartozik. Én nem is csak a felvételekből, én kinyártam 3 éjszakát a városban és a téren is. Elképzelhetetlen, hogy polgári értékek felbukkanjanak a szavak között. Tehát mit ért polgári értékek? Mi lenne az? A magát polgárinak nevező jobboldal egy szélsőséges, de a másiktól egy semmivel nem elkülöníthető, vagy nagyon nehezen elkülöníthető részénél semmiféle polgár. Először parlamentarizmus, választások, a törvénytisztelet, a többség és a kisebbségek tisztelete, a szomszéd népek megbecsülése, Európa, a szorgos munka, béke, iparkodás, szó sincs ilyesmiről. Uh-huh. A második vonulat, ugye az volt Nagy Magyarország Trianon, fogjuk még ezt hallani ma este az egyik híres nótát ide vonatkozólag, aztán itt van az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségétől, az Erdélyi Magyar Polgári Szövetség elnöke Szász Jenő és tiltakozásokat szervez Erdélyben. Szóval, mintha Nagy Magyarország árnya is azért itt lenne ezen a tüntetésen. Abszolút, hát meg lehetett nézni a vidéki tüntetéseken is, a Gyurcsány elleni tüntetés az úgy ment, hogy elővittek egy hatalmas Nagy Magyarország zászlót. Hát ugye hát a kettőnek a... De hogy függ ez össze a kiinduló ponttal, tehát Gyurcsány hazugságával? Tehát hogy jutunk el idáig, alig néhány nap leforgás hát, alatt? Úgy jutunk el idáig, hogy jobb oldalnak az a meggyőződés, hogy Magyarországon, ha nem ők vannak hatalmon, akkor az a kormány illegitim. Na már most ezért van az, hogy a 2002-es választások után ugyanez a hisztéria megindult, a hídi csata, vagy mi az ördögnek nevezték, az budaházi körözött úriember már akkor is élen járt ebben a dologban. És most ugyanez az egész felépített kampány, amit a Fidesz a nyár közepétől elkezdett, arra ment ki, hogy a kormány illegitimitását próbálják meg alátámasztani, és az összes ilyen nemzeti és hozzá kapcsolódó jelszó, ez arra megy ki, hogy mi vagyunk a nemzet, aki rajtunk kívül, az nem tartozik hozzá. A harmadik vonulat ott a Kossuth téren, meg egy kicsit már ebben a bejátszásban is, de majd aztán később is, mint láthattuk, a kommunistázás. Jelente ezen a tüntetésen is mást a kommunistázás, mint a politikai ellenfél, vagy a másként gondolkodó ember iránti gyűlöletet és megvetést? Hát valójában ez is egy ilyen hívószó, a kommunistázás. Hát jól tudjuk, hogy ugye gond nélkül Szűrös Mátyást és Pozsga Imrét itt hősökként tisztelték. Hát akik a kommunista pártnak prominens képviselői voltak annak idején. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is egy a jobb oldal számára egy olyan hívószó, az antikommunizmus, amely ezt az összetartást erősíti. Azon bármelyikük elgondolkodott, már ugye ez olyan sokszor elhangzott, tehát azért ezt már definiálták sokan valahogy hasonlóképpen, hogy a kommunistázást hogyan lehet kikódolni, mégis semmiféle hatással nincsen rájuk. Tehát ez az évek folyamán, mintha erősödne, nem pedig gyöngülne. Igen, de ez is az idegenségnek, hagyományosan történelmileg az idegenségnek az egyik jele. Tehát ha meg két világháború közötti korszakot megnézzük, akkor hogy a kommunista, a zsidó, az mind a nemzetből való kitaszítástak volt a jelszava. Uh-huh. A magyar jobboldalnak van egy olyan meggyőződése,
hogy ami sokszor hangzik el, az igazzá válik. Ja, hogy a kommunistázás egyébként akkor ezért hangzik el gyakran? A bolsevikoknak is, vagy addig súlykolják, míg igen, végül igazzá nem válik. Aha. Igazzá válik a fejekben. Segítsen értelmezni azt a kérdést, amit a múlt héten az itt az asztalnál ülő Tóth Mihálynak szintén föltettem, aki büntető jogász, ő azonban joggal, terminológia és nem jogi problémának vélte a dolgot. Szóval korábban a Hír TV, de jó néhányan mások is forradalomnak minősítették mindazt, ami az utcákon és a politikában ez idő szerint zajlik. Ma már csak a tüntetők nevezik saját megmozdulásukat forradalomnak, de nem inkább ezt az egészet, ha már mindenképpen ennél a terminológián maradunk, ellenforradalomnak kellene nevezni, ugyanis végre a helyére kerülhetne ez a szó, amelyet a Kádár korszakban a diktatúra megdöntésére kirobbant 1956-os magyar forradalomra húztak rá. Szóval a demokratikus rend megdöntésére irányuló kísérlet az nem ellenforradalom? Hát orális ellenforradalomnak mindenképpen lehet nevezni, hogy visszatérjek a fölírásra. Tehát az, hogy a Horthy korszak, mint ellenforradalmi korszaknak a reminiszcenciái felélednek, ebben az értelemben az. Egyébként a forradalomnak azt hiszem csak a paródiája, ami folyik. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert a konzervatív jobboldal az semmitől nem irtozik jobban, mint a forradalomtól. Ebből is látszik, hogy itt egy radikális tradicionalizmus és egy radikális szélső jobboldalnak az összefogásából keletkezett ez a tüntetés, legalábbis ők dominálják, én nem tudom, hogy személy szerint kik vannak ki, de hogy a hangját ennek a tüntetés sorozatnak ők adják meg, az a képekből meg a hírekből elég nyilvánvaló. Mint történész vagy mint magánember nem járt kint a téren? Nem volt annyira kíváncsi? Voltam, de csak úgy mentem, tehát nem álltam be oda, hogy nézgelődjek, mert nem gondolom, hogy kibírtam volna anélkül, hogy testiesen szóval beszóljak, és annak súlyos következményei lehettek volna. Amennyiben a miniszterelnöknek elnézik a csalást, a hazugságot, akkor az összes csaló, puskázó diáknak joga van büntetés nélkül hazudni, akkor az utakon joga van bárkinek úgy vezetni, ahogy ő jónak látja, és sajnos akkor az embereknek joga lesz ablakokat bezúzni, rendőröket megverni, székházakat felgyújtani. Az Isten áldása szálljon országunkra, a benne lakozókat indítsa jobb útra. Borbúza, gabona, benne bőven légyen, isteni félelem körülötte légyen. Vérrel ázott földjeinket, áld meg, Uram Isten! Búza földjeinket, tartsd meg, Uram Isten! Ellenségeinktől ments meg, Uram, minket! Boldog asszon anyánk, barátaim, hiszek a köztársaságban és a demokráciában, ezért muszáj hinnem abban, hogy ez a köztársaság és ez a demokrácia mi vagyunk. És ha mi vagyunk, akkor a mi legnagyobb fegyverünk a szó és a méltóság. A szó, a méltóság és a bizonyosság, hogy jogunk van itt lenni. Ahhoz, hogy ezt hihessük, le kell tennünk a köveket. Nem a kezünkből, mert a mi kezünkben soha nem voltak kövek. Nekünk a lelkünkről, kell letenni a köveket, ezért ne higgyétek el, bárki is mondja, hogy itt a köztársaság és a demokrácia ellenségei gyülekeznek. Mert ez hazugság. Az a bizonyos beszéd, ami kiváltotta ezt az itt létet, sok mindent beval, egy azonban hiányzik belőle, hogy be is mutatkozott volna. Elmebeteg vagyok.
Köszönöm szépen! Itt van a forradalom, ti vagytok a forradalom, a békés, erkölcsös forradalom. Én csak azért ragadtam magamhoz egy kicsit a mikrofont, hogy egy fontos dolgot tisztázzunk. Itt van közöttünk, itt a színpadon a magyar politikai elit és a magyar társadalmi elit java, a java. De azt is el kell mondanom őszintén, hogy közöttük olyanok is vannak, akik annak idején a rendszerváltás hajnalán tévedtek. Elrontottak valamit, és később azt mondta nekünk Antal Jóska, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nos, mi most megcsináltuk ezt a forradalmat, barátaim. Megcsináltuk. Én mindenkit csak arra kérek, mindenkit arra kérek, pártokról ne beszéljünk. Ez nem a pártok forradalma. Ez a nép békés, morális forradalma. Az erkölcs győzelme az erkölcstelenség fölött, barátaim. Folytatjuk Beher Iván íróval, publicistával, Tóth Mihály büntetőjogásszal és Rib Zoltán történésszel. Ez volt egyébként a második összeállítás, amit ígértünk. Kicsit messziről indultok, Iván, de Ruandában működött, nem tudom, hogy hallottál vagy nem, Ruandában működött az úgynevezett Bozót rádió, amely minden nap bemondta a kivégzendők vagy a megölendők nevét és lakóhelyét, és aztán ennek 800 000 áldozata lett, népirtásnak nevezték. Én azt gondolom, vagy nagyon remélem legalábbis, hogy Magyarországon idejutni azért természetesen nem fogunk, de azért a felelősök falát itt jól lehetett látni, Orosz József és más kollégám, sok-sok kollégám nevével együtt. De a gondolkodásmód az nem ugyanaz? Azt gondolom, hogy igen, én erre próbáltam publicisztikában felhívni a figyelmet, akkor, amikor a Magyar Demokrata című heti lapban, amely fölött Orbán Viktor ugye személyes védnökséget vállalt, és vállal ma is, kétszer két kolumnán megjelentek a haza ellenségeinek nevei, több száz név, kommentár nélkül gyakorlatilag, csak meg lettek jelölve Ferge Zsuzsától, Bródi Jánoson át, Galambos Lajoson keresztül. Semmiféle magyarázattal nem szolgált az írás szerzője? Megélhetési antirasszisták, semmi. Egy kis kopf van az elején, egy kis bevezető, hogy ők a csak kommentár nélkül tessék, ők azok. És ez engem nagyon emlékeztetett arra ókori római eljárásra, amely Sulla diktatúra idején vezettek be. Jól emlékszem, már régen tanultam, és ezt proskripciónak neveztek, amikor az ellenségek a nevét nyilvánosságra hozták, és őket és családtagjaikat megölni nem ütközött többé törvénybe, és általában be is következett ez a cselekmény. Azt gondolom, hogy ez minden csak nem polgári eljárás, különösen hallottunk kollégáról, akinek neve, címe, mobiltelefonszám, otthoni telefonszáma nyilvánosságra került. Ez a magyar szélsőjobban elég elterjedt dolog. Emlékszem rá, hogy a Magyar Fórum nyilvánosságra hozta a stockholmi Karolinska Intézet vezetőjének, Klein Györgynek stockholmi telefonszámát, nevét, hogy lehessen zaklatni, posta címét, stb. Ezek borzasztó dolgok, az emberek félnek. Ma Magyarországon félnek, hiszen azt láthatták, hogy hétfőn egy állami intézményt nem tudott a magyar rendőrség megvédeni, hát akkor hogyan tudna megvédeni egy családot? Az emberek félnek, a jogbiztonság gyönged, de talán ezt finoman szólva. Azt általában is meg lehet fogalmazni, hogy milyen helyzetekben kerül elő ez az emberiség történetében, nem tudom, tehát amikor különböző nevek kerülnek, kiáltványok, illetve utcák falára, röpiratokra. A politikai ellenfelekből ellenségek válnak, ellenségek lesznek, és ezt nem a randalírozók kezdték, nem a tüntetők, hanem ez megjelent ott, amikor Kövér László a Magyar Nemzetben marslakóknak nevezte a liberális párt vezetőit. Tehát nem is... A marslakó az hogyan fordítható? Nem is ember. Az nem is ember. Nem ember. Uh-huh. Természetes logika, nem kell arra ezt folytatni az adott interjúban, hogy akkor más eszközökkel kell vele bánni. De tulajdonképpen az idegen szívű terminus is ide vonatkozik. Az idegen szívű nem tud vitatkozni, mert egy véleményt lehet cserélni, de szívet nem. Ha idegen a szíve, akkor nincs miről beszélni vele. Ez sugallja ez a kifejezés, és ezt nem
ott találták ki. Hadd kérdezze meg a büntetőjogász Tóth Mihályt, itt lógna kollégánk, ha a csőcselék randalírozna, szólt az egyik felirat egy oszlopon, ugye látta itt az előbbi bejátszásban. Ez például büntetőjogilag nem minősül fenyegetésnek? Veszélyes fenyegetés szabálysértése lehet, vagy becsületsértés bűncselekménye. A becsületsértés az bármely becsület csorbítására alkalmas, súlyos tettel megvalósít. De ez miért becsületsértés? Azért, mert ez önmagában az, hogy konszolidált viszonyok között azt mondják, hogy egy kollégának lógni kell, ez olyan magatartás, ami alkalmas lehet arra, hogy az ő becsületébe gázoljon. Feltételes mód kellene. Hát akkor is? Neki kell eldöntenie, mert a becsületsértés az magánindítványra, tehát feljelentésre üldözendő. Én azt mondom, hogy ezt a cselekményt kimerítheti. Másképpen büntetőjogilag értelmezni nem tudom. Önmagában ez egy veszélyes fenyegetés szabálysértésének minősíthető, ami élettesti épség elleni cselekménye bekövetkezésével fenyeget. Ez nem büntetőjogi kategória. Uh-huh. És az, ami a kurucinfo.hu-n történt, ott jelent meg, idézem szó szerint, a hatalom, a rendőrség és az antimagyar szolgamédia megkezdte hazugság hadjáratát, és úgy állítja be, mintha a békés rendőrség lett volna az áldozat, noha azt támadott Gyurcsányék, illetve embereik parancsára. Majd közzé tették, mint az előbb is mondtam, két újságíró kollégánk lakcímét, telefonszámát, felszólították olvasóikat, hogy fejezzék ki nekik jó kívánságaikat, így jelent meg, tehát hogy fejezzék ki nekik jó kívánságaikat. Lehet-e adatokat nyilvánosságra hozni és rászabadítani koordinálatlan indulatokat, hogy finoman fejezzem ki magam? Nehéz ebben megint büntetőjogi tényállást találni, ez elég otromba és ízléstelen dolog. Nem az egyetlen. De az kevés adott esetben, a büntetőjog nem vég semmilyen módon ilyen helyzetekben? Azt gondolom, hogy önmagában ezért még nem. Kialakult egy olyan szemlélet, ami uralkodónak tekinthető, hogy ez a vélemény nyilvánításnak egy kétségtelenül durva és ízléstelen, de nem büntetőjogba ütköző formája. Uh-huh. Gondolom a szavak meg a szóhasználat nem mindegy abból a szempontból, hogy fellazulnak-e az erkölcsi normák vagy sem. Ez a bizonyos írás, amire volt szíves utalni itt, ami a Népszabadság online kiadásában jelent meg ugye a hétvégén. Hát mindenképpen, hogyha a marslakó egy sajátos kifejezés, ahogy mondta, akkor arra kíváncsi vagyok, hogy hogy értékeli Bayer Zsolt, az ismert publicista a múlt pénteki hírtévés műsorában idióta bohócnak nevezte a magyar miniszterelnököt. Ott a színpadon pedig ugye láthattuk, azt mondja, hogy a szó fegyver és méltóságunk záloga. Na ezt tessék összeadni, és valami összefüggést teremteni a kettő között. A szóval nagyon sok mindent lehet csinálni, és láthatjuk is, hogy nálunk sok minden történik a szóval. Egyébként a joggal is nagyon sok mindent lehet csinálni. A szó és a jog kapcsolatára egyébként ez jó, nagyon jó példa, hiszen a jog nem tud mit csinálni az iróniával. Hiszen csak arra szólított fel ez az internetes lap, hogy fejezzék ki jó kívánságaikat. Tehát ezzel szerintem nem tud a jog mit csinálni, mert a jogban nincsen irónia. De arra azért ez már épp elég, hogy az illető, aki érintve érzi magát, hogy úgy mondjam, hát rosszul érezze magát. Igen, azt gondolom, hogy a szó itt erősebb, mint a jog. És hát nagyon sokat lehet gondolkodni a szavakon ezen események kapcsán. Sok a szó, és kevés a mondat, még kevesebb a gondolat. Nagyon bonyolult, látjuk a történelmi, hogy milyennyire le van csupaszítva, csak nevek, szavak. Nagyon félő, hogy 100 000 polgártársunk fejében is így állnak ezek össze. De akkor jól értem, szóval a szóbeli agresszióval szemben kiszolgáltatottak vagyunk? Hát igen, a jog nem véd meg, ugye? Minden, ez most már kiderült. Minden fizikai agresszió szóbeli agresszióval kezdődik, azt kell először elutasítanunk. Én nem ezt tartom fel, nem csak azt tartom felháborítani, hogy a rendőrség nem fogja el a mászkáló körözött szemét, a köztük mászkáló körözött szemét, hanem azt is, én azt tartom emberileg és politikailag felháborítónak, hogy a tüntetések vezetői, parlamenti pártok tagjai lehetnek, polgári körök tagjai lehetnek, és azok a polgári, a legnagyobb, legelső számú polgári kör tagja is ott van, és a többi polgári körös, beleértve volt miniszterelnök, nem mondja azt, hogy nagyon becsüljük az építészeti munkásságodat, Imre, de politikai útjaink mostantól elválnak. Makovec Imrére gondol, ugye? Ez nem hangzik el soha.
És én ezt tartom tragikusnak. Ugye megbeszéltük, az egész ország számára. Megbeszéltük a múlt héten, hogy büntetőjogilag, például ha parlamenti képviselő, nem tudom én, ott van és aláírja azt az ívet, ami éppen alkotmányozó nemzetgyűlést akar, és így tovább, az sehova nem tehető. Magyarul büntetőjogilag nem kezdhető vele semmi. De ez egy súlyos politikai felelősséget. De összesen annyi, ott a vége. Igen. Persze a tömegdemonstrációkon azért azt is gondolom, hogy a szavaknak egészen más súlya van. Van azért némi különbség mondjuk, illetve kérdezem, hogy van-e némi különbség, ha valaki mondjuk beteges hazudozónak nevezi politikai ellenfelét, mint Orbán Viktor tette ugye a miniszterelnökkel Gyurcsány Ferenccel, vagy elmebetegnek, mint szintén a miniszterelnököt, itt hallottuk a bejátszásban a híres szobrászművész minősítette. Nincs különbség. Nincs? Szerintem. El között a két terminus között nincs különbség. Akkor sem, hogyha az egyik egyfajta hevületben... Nem arról az, hogy valaki téved, valaki rosszat mond, hibázik, nem, beteg. Tehát mind a kettőben a beteg szó van benne. Másképp kell vele bánni. Egy beteggel másképp bánnak, sajnos legtöbbször másképp, mint egy egészséges. De ezzel pusztán csak minősít, tehát a beteget az ember segíti, vagy segíti, segíteni akarja, itt mind a két ember, én úgy látom, hogy pusztán minősítésnek használja ezeket a kifejezéseket. A beteg, ha tetszik, ha nem, az kikerül a mindennapokból. Az elmúlt napokban a Kossuth téren aztán Árpád-sávos zászlók alatt 50 a felolvasók által zsidónak tartott politikus nevét ismertették. Erről például mit gondolnak? Hát az Árpád-sávos zászlóról azt gondolom, hogy ezt nem lehet másként felfogni, mint nyilas jelképnek. 1944 óta a történelemben mit jelentett, az egy sokadrendű kérdés ehhez képest. Tehát ez épp olyan, mintha nyilas keresztet vagy horog keresztet tennének ki az én felfogásom szerint. Az, hogy ez mellett ilyen békésnek és polgárinak mondott tüntetés van, ez a magyar demokrácia súlyos szégyene. Ami pedig azt illeti, hogy mi is volt a másik, kicsit... Zsidó, tehát ja, zsidó, igen, zsidó nevek, zsidó honfitársakat soroltak 50 nevet, akit persze ők annak gondolnak. Igen, most ez is az a kérdés, hogy itt is a kirekesztésről van szó, teljesen mindegy, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó, ez a szó a jobb oldalon a kirekesztésnek a jelszava. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a felsoroltak... A jobb oldalon, nem inkább a szélső jobb oldalon? A szélső jobb oldalon, igen. De hát ezt próbálom már műsor kezdete óta érezni, hogy ezt a tüntetést, amit a politikusok is ilyen békés tüntetésnek minősítenek, ezt végig egyfolytában kezdetek óta a jobb oldal, a szélső jobb oldal, radikális jobb oldal hangja uralja, és az ő jelképeik és az ő szavaik uralják. És ezek, hogyha ezek után, mikor elhangzanak ilyen antiszemita kirohanások, amik a kitaszításnak a jelei, és továbbra is ott vannak azok az emberek, akik magukat konzervatív polgári embernek tartják, az számomra egy minősítő. Helyezzem már engem képbe, bár lehet, hogy nagyon naívnak fog gondolni. Szóval a harmadik évezred elején ez a zsidózás, vagy zsidónak bélyegzés, ez miért kerül unos-untalan, szinte az elmúlt 16 év minden politikai, nagyon sok ilyen jellegű politikai megmozdulásában a zászlóra? Szóval miért van ez a zsidózás még mindig? A magyar nemzeti fejlődésnek a sajátosságaiból adódik. A két világháború között alakult ki az a fajta jobboldali ideológia, amelyik nem csak a hivatalos antiszemitizmusban, hanem az ellenzéki nemzeti radikális mozgalmakban is a zsidóságot, mint a polgári, egy eltorzult polgári fejlődésnek a jelképét jelenítette meg, mint amely a nemzet fölé kerekedik illegitim módon, és a nemzeti identitását rongálja a magyarságnak. Tehát kialakult egy ilyen kép, amiben a hazától idegen ember, mint egy megtestesítője lett a zsidó, függetlenül attól, hogy valójában mit gondolt magát, minek tartotta, milyen identitású volt. Hadd kérdezzek egy büntetőjogi aspektust. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos a következőket mondta, az ilyen különleges adatokkal kapcsolatban elkövetett visszaélés egyes személyek vallásos meggyőződésének nyilvánosságra hozatala, akár büntettet is megvalósíthat és 3 évig terjedő szabadságvesztést vonhat maga után. Ön szerint
Nem hallottam még ilyet. Alapvetően egyetértek Péter Falvi Attilával, de némi korrekció szükséges. A vallásos meggyőződés, hogyha ezt formálisan kezeljük, akkor valóban különleges személyes adat. Hogyha különleges személyes adatot valaki az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra hoz, akkor elköveti ezt a bűncselekményt is. Akkor büntethető 3 évig terjedő szabadságvesztéssel, hogyha ez jelentős érdeksérelmet okozott az illetőnek. Tud ilyet mondjuk az elmúlt 16 évből? Nem. Ilyen esetet? Nem. Nem tudok. Ez ugyan nem magánindítványra üldözendő bűncselekmény, de nagyon nehéz kívülről megítélni, hogy ez jelentős érdeksérelemmel jár. De egyébként, hogyha nem okoz jelentős érdeksérelmet, ez azt jelenti, hogy akkor szabad? Nem, akkor nem büntetőjogi kategória, akkor személyiségi jogot sértett vele. Mert azt attól még megállapítható, mert olyan adatot hozott nyilvánosságra, amit az illető, amihez az illető nem járult hozzá. Na de hát milyen szankció van a személyiségi jog számon kérésének? Polgári jogi szankciói lehetnek, követelhető a jogsértés abbahagyásra, kötelezés, követelhető, hogy kérjen elnézést vagy bocsánatot, ne csinálja többet. A jog nem működik. Ilyen egyszerűen lehet fogalmazni. Nem mindenhol működik. Elég fontos pontokon nem működik. De ha végig gondolunk egy ilyen eljárást, úgy kíváncsi lennék, hogy ugyanis a zsidóként felsorolt politikusok közt állítólag sok olyan politikus is volt, aki egyébként nem tartozik a zsidó felekezethez. Ilyenkor szégyenszemre mondjuk azt vizsgálná az adott bíróság, amely elé kerül az ügy, hogy kit sértett jogosan és kit nem a felolvasás? Hát az nem is kerülhetne ilyen bűncselekmény miatt érintetté, mert az már a bírósági eljárás előtt kiderülne, hogy ki az, aki ezt jelentős érdeksérelemként éli meg azért, mert valóban zsidó vallású. A bíróság kérnek a nagypapák keresztleveleit? Bíróság azt mondja, hozza be a keresztleveleket? Igen. Hogy megy ez? Igen, meg mi van azokkal, aki kikéri magának, hogy nem az, és mégis? És ez teljesen hipotetikus kérdésrendszer itt, hogyha hát, nincs... hipotetikus, de... Próbapert kell csinálni. Értem. Iván, hadd kérdezzem meg, hogy tüntetők ott a téren, hogy váltsunk egyet, mert itt megrekedtünk, azt hiszem. Ugye forradalomról beszélnek, és az erkölcs letéteményesének, vagy letéteményesének tartják magukat. Ön szerint milyen erkölcsiség, milyen erkölcs olvasható ki mindabból, amit a 10-11 napra zajló utcai, nem tudom, megmozdulásokon látunk és hallunk? Én ezt egész másképp fogom fel. Nyilas keresztes zászlók lobogtak kezdettől fogva, első vasárnaptól kezdve a téren. Ezen zászló akármilyen középkori gyökerei vannak, mint ahogy a Horogkeresztnek is ugye ókori gyökerei vannak, ezen zászló alatt, hogy más nem mondjak, legalább 200 ezer magyar gyermeket, csecsemőt gyilkoltak le. Aki ezen zászlók alatt ma felvonul, nincs miről beszélni. Magyar gyermekgyilkosok zászlai lobognak a Kossuth téren. Ez a helyzet. Nincs erkölcs, ez a szó itt nem jöhet szóba. Véget vetünk ennek az őrületnek. Magyarok, elég volt. Itt az idő, mondjuk ki, a megtévesztésen alapuló szerződés jogilag semmis. Mondjátok velem, a megtévesztésen alapuló szerződés jogilag semmis. Követeljük az illegitim kormány lemondását. Követeljük az illegitim kormány lemondását. Követeljük az illegitim parlament osztassa fel önmagát. Követeljük az illegitim parlament osztassa fel önmagát. Ria, ria, Bulgária! Ria, ria, Bulgária! Ria, ria, Bulgária! Gyurcsányt a Dunába, a többitkök utána! Együtt!
éven át hűtlenül kezelték a magyar nemzet közügyeit, mindazáltal nem csak politikai, hanem büntetőjogi felelősséggel is tartoznak a magyar népnek, a magyar nemzetnek. Igen, várom. Micsoda? Azt, hogy Gyurcsány elvtársat kitakarítják az országból. Ott marad Putyin mellett örökre. Ez az. Meg tulajdonképpen azért jöttem, mert patkányírtást szeretnék. Szombaton megkezdődik a rendszerváltozás. Teljes rendszerváltásnak lennie kell, mert nem történt meg, és ami történt, az mind, majdnem minden káros és rossz. Az igaz, hogy szólásszabadság van, hiszen itt vagyunk, én beszélek, ti hallgattok. Ébredjetek, magyarok! Ébredjetek, magyarok! Ébredjetek, magyarok! Ébredjetek, magyarok! Ébredjetek, magyarok! Na, még a végén Lagzirajcs is becsempészte magát, már hogy legalábbis dalban. Tóth Mihály büntetőjogásszal, Rib Zoltán történésszel és Becher Iván íróval, publicistával folytatjuk a műsort. Rendszerváltásnak lenni kell, mondta Kerényi Imre és a Miépes Csurka István ugye ebben az iménti összeállításban. A látott film alapján miféle rendszerváltás lenne ez? Hát... Jó kérdés. Én elég sokat foglalkoztam, mint említettem a műsorban, a rendszerváltással. Egy 600 oldalas könyvben próbáltam leírni, hogy mi is történt. Hát való igaz, hogy nem az a rendszerváltás következett be, amit Csurka István kívánt, mert amikor ők elkezdték, akkor valójában egy nemzet megújítási programot hirdettek, meg nem annyira egy liberális jogállamot, mint ami létrejött. Hogy pontosan ez mit jelent, azt hiszem mostanában látjuk ezeken a képeken, hogy miket gondoltak ők el ennek alapján, és állandóan fölvetődik az elégedetlenség kapcsán, ugye a rendszerben van magában a hiba, de hogy milyen új alkotmányt akarnának ehelyett létrehozni, az nem derül ki, ha csak a Szent Koronatan előhozását, ami az egy viccnek tekinthető a mai Európában. Tegnap már túlestünk egy alkotmányjogi órán, itt volt egy kitűnő alkotmányjogász, aki beavatott egy csomó mindenbe, de akkor egy picit megint hadjogászkodjak, és elnézést, hosszú leszek, csak azért, hogy bizonyos összefüggésekre rámutassunk, és aztán abból vonjunk le jogi következtetéseket. Ugye az iménti szónokoktól hallottuk, büntetőjogilag kell felelősségre vonni a kormány, de nincs egyedül ezzel a véleményével az utcanépe. Szeptember 20-án Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a politikai felelősségen túl büntetőjogilag is megvizsgálják, terheli-e felelősség a kormánytagokat, idézem, a mostani helyzet kialakulásában, így fogalmazott. Szeptember 25-én már a Fidesz elnöksége meg is bízott egy külső szakértőkből verbúvált jogász csoportot, hogy jogilag is alapozzák meg a Gyurcsány Ferenc ellen indított büntető eljárást. Aztán Répási Róbert szerint három vádpont lehetőségét vizsgálják, a hűtlen kezelés, Répási szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó formája 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A másik a választás rendje elleni bűncselekmény lehetőségét is. Ugye arról van szó itt, hogy Gyurcsány csalással nyerte meg a választást, hiszen, mint tőle tudjuk, nem mondott igazat. És a harmadik közérdekű adatokkal való visszaélés lehetősége is fölveti Répási Róbert a költségvetés adatainak meghamisítása és a valódi számok eltitkolása miatt. Önnek mi a jog, illetve hát magánvélemény, ez a jogi vélemény és magánvélemény erről a kezdeményezésről? Kénytelen vagyok egy kicsit jogászkodni, bár annyira dilettáns és hozzá nem értő a felvetések jelentős része, hogy nem tudom, hogy érdemes-e ezekkel komolyan foglalkozni. Hát azért mégiscsak vegyük komolyan, mert most már egyre több és egyre hivatalosabb fórumokon is szóba kerülnek ezek. A hűtlenkezelés. A hűtlenkezelés egy vagyonelleni bűncselekmény, aminek a megvalósulásához három dolog kell. Egy olyan személy, aki vagyonkezelői kötelezettséggel van effektíve megbízva, egy kötelezettségszegés, és ennek eredményeképpen vagyoni hátrány keletkezése. Ha a három közül bármelyik nem állapítható, meg nincs hűtlenkezelés. Ez a miniszterelnökre nem állapítható, meg legalább egyik az egyik? Egyik sem. De ha az egyik lenne megállapítható, vagy felvethető, akkor sem lenne hűtlenkezelés, mert mind a háromnak meg kell, mind a hármat meg kell, hogy állapítsák.
A miniszterelnök nem vagyonkezelő. Ez biztos. Kötelességszegést, konkrét, effektív kötelességszegést senki nem állít, mert nem tényekről beszélnek, a tényeket jelzőkkel helyettesítik. Ezt hallhattuk eleget. Az pedig, hogy vagyoni hátrány legyen az, hogy egy esetleg nem kellően átgondolt gazdaságpolitikai döntés következtében csökkentik az áfát, vagy a szükségesnél nagyobb mértékben növelik a jövedelmet. Nem egészen erre gondolnak, hanem arra gondolnak, hogy az ezt megfogalmazó. Hogy akkor lehet érdemben foglalkozni vele. Azt mondják, hogy nem közölte a valós adatokat, tehát nem számolt be a magyar lakosságnak a gazdaság, vagy a pénzügyek aktuális állapotáról. És akkor sem? Ez egy passzivitással megvalósuló magatartás lenne, a hűtlen kezelés passzivitással nem valósítható meg. A másik, a választás rendjeni bűncselekmény lehetősége, az sem áll fönn? Nem, csak a választási törvény hatája alá tartozó effektív választási processzusokban lehet elkövetni. Nem 4 év alatt vagy a kampány alatt, hanem a kopogtató cédulák gyűjtésénél és a szavazatok leadásakor, a beixeléskor, ha úgy tetszik. Ekkor lehet elkövetni, előtte nem. Akkor, ha valaki erőszakkal, vagy fenyegetéssel, vagy megtévesztéssel sérti a konkrét választási rendet, akkor elköveti. De nem azzal, hogy, mint mondják, elhallgat adatokat, vagy megtéveszti a választókat egy hosszú időszak alatt. Az képtelenség, hát hogyha ez választás rendje elleni bűncselekmény lenne, akkor most ezrével kellene büntető eljárásokkal bajlódniuk az embereknek, mert akkor a választási kampányban elhangzott nem kellő fedezettel rendelkező ígéretek is választás rendje elleni bűncselekményként lennének minősíthetők. De azért ezt már többször hallottuk, és nem először, hogy politikai ügyek egyszer csak büntetőjogi kategóriákkal próbálnak meg összeházasítani. A büntetőjogot én fontosabb, felelősségteljesebb és lényegesebb dolognak tartom annál, mint sem tűrhetnénk, vagy szó nélkül hagyhatnánk, hogy hozzá nem értő elemek politikai célok szolgálatába próbálják állítani. És a közérdekű adatokkal való visszaélés lehetősége, illetve a költségvetés adatainak meghamisítása, valódi számok eltitkolása. Amennyire abszurdnak tartom én az első két bűncselekményt, annyira indokolt itt egy kis óvatosság a részemről. Már itt a harmadiknál. Itt a harmadiknál, mert itt legalábbis a megvizsgálása az esetleg felvetődhet. Sok minden kell hozzá, de hogyha ez a sok feltétel teljesül, akkor azt mondom, hogy ez nem teljesen légből kapott. Arról van ugyanis szó, hogyha az államháztartási törvény valaminek a közlésére kötelez, és ennek a közlésnek nem tesznek eleget, és ez az adat, amit nem közölnek, ez a szükséges adatok körébe vonható, tehát ez egy közérdekű adat, akkor esetleg fennállhat a bűncselekmény gyanúja, mert van egy olyan fordulata a bűncselekménynek, hogy tájékoztatási kötelezettségének valaki nem tesz eleget. Uh-huh. Ehhez az kell, hogy az illető a szándékosan cselekedjen, tudatában legyen annak, hogy közérdekű adatról van szó, tudatában legyen annak, hogy tájékoztatási kötelezettség terheli, tévedésre sem hivatkozhat, gondatlanságra sem hivatkozhat, ezt mind-mind vizsgálni kell. Ha ugye ez mind stimmel, akkor van egy pénzbüntetéssel is fenyegethető vétség. Igen, maximum. Ez a helyzet. Igen. Ugye miért csodálkozom azon, hogy azért itt, akik ezeket megfogalmazzák, ezeket a vádakat, azok gyakorlatilag mind jogvégzett emberek. Orbán Viktor is, de hát Répási Róbert azt hiszem, hogy gyakorló jogász is volt ráadásul. Vagy pusztán a politika ennyire felülírja, vagy a politikai akarat ennyire felülírja a józan eszet, illetve hát attól tartok. Igen? Attól tartok, de attól is, hogy ők azért az utóbbi időben nem büntetőjogi kérdésekkel foglalkoztak. Többiek mit gondolnak erről a büntetőjogi kezdeményezésről, Iván? Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a térnek szól. Ez nem a jognak szól, nem is gondolják ők komolyan. Éppen erről van szó, éppen ez a probléma, hogy ha csak egy elszigetelt tüntetésről lenne szó, akkor az valahogy majd megoldódna az egészséges magyar társadalomban, ez feloldódna. Mert egészséges társadalomról van szó, vagy ha egészséges nemzetről van szó. Nagyon egészségtelen politikusoktól, és bocsánat a kifejezés, rossz politikusoktól, felelőtlen politikusoktól van szó, akik, ez egyszerű úszítás. Ha már a múlt héten mi beszélgettünk, és azóta a dolgok valamelyest fejlődtek, ugye két tényel lehet olvasni az újságokban, mindazokkal kapcsolatban, akik a Magyar Televízió székházát megrohamozták, a garázdaság esetleg csoportosan elkövetve, illetve a hivatalos személy elleni erőszak miatt emelnek vádat a televízió székháza elleni rongálókkal szemben. Vajon még mindig ott tartunk-e, hogy a súlyosabb bűncselekmények elkövető ellen hosszabb ideig kell nyomozni, vagy egész egyszerűen a rendőrség
nem képes, nem akarja felismerni, hogy itt máshol is volt szó, vagy van szó, hiszen éppen ön mondta, megtanította a múlt héten a büntetőjogi órán, hogy a rombolás abszolút fönnáll történetesen, ami egy sokkal súlyosabb szankcióval büntethető. Ez az a pont, amikor már nem engem kell ezekről megkérdezni, mert nekem a véleményem nem változott. Egy hét eltelt azóta. Úgy hallottam, amennyi a... Ez egy szabadon választott gyakorlat? Tehát a rendőrség úgy dönt, ahogy akar? Dehogy is, ez egyáltalán nem szabadon választott gyakorlat. Ha szabadon választott gyakorlat lenne, akkor az előbb is azt mondtam volna, hogy a hűtlen kezelés meg a választás rendje elleni bűncselekmény ügyében vessék fel a felelősséget és csinálják. De akkor értesse már meg velem, illetve a nézőkkel, ön, aki nyilván hát otthon van a büntetőjog gyakorlásában magyarul, tehát az eljárásokban is, hogyha a rendőrség miért nem alkalmazza azt, aminek visszatartó hatája van, ami erőteljesebb jogkövetést vált ki, és így tovább. Szóval miért megy el a szokásos irányba, hogy garázdaság, illetve hivatalos személyen erőszak? Ezt az uram még ismertük, de olyan nagyon visszatartó hatája vagy ereje ennek nincsen. Magyarázatot nem tudok erre adni, legfeljebb azt tudom mondani, hogy a rendőrség munkája felett az ügyészség felügyeletet gyakorol, közvetlen felügyeletet, ezeknek az ügyeknek nincs vége, ezek az ügyek folynak, várjuk meg, hogy mi lesz az ügyészség vádirat szerinti minősítése, és hogyha az ügyészség a tényeket vádtárgyává teszi, akkor a bíróság azokból szabadon levonhat bármely jogi következtetést. A lényeg, hogy a tények pontosan vádtárgyává legyenek téve. Uh-huh. Aztán itt van Torockai László meg Budaházi György esete. Torockai Lászlóról, a 64 vármegye mozgalom vezetőről beszéltünk, aki maga vallotta meg nyilvánosan, erről televízió felvétel is van, mint egy bizonyítéként, hogy ő vezényelte a tüntetőket az MTV székházához, végig ott volt, és a behatolókkal együtt maga is bement az épületbe. Tegnap előtt aztán azt hiszem Szegeden szózatot intézett az egybegyűltekhez. Bene László országos rendőrfőkapitány tegnapi nyilatkozata szerint továbbra sem kezdeményeznek eljárást Torockai ellen, semmilyen bűncselekmény miatt, de vizsgálják a tévé és fénykép felvételeket. Amit mi látunk a televízióban, azt minősítsük úgy, hogy nem hihetünk a saját szemünknek, vagy a rendőrség nem hisz a saját szemének? Nem hiszem, hogy mi mást látnánk, mint amit a bűnüldöző szervek látnak. Ugyanazt látjuk, és gondolom ugyanazt a jogi következtetést kellene ebből levonni. Én egy olyan rendőri nyilatkozatot hallottam, hogy az őrizetbevétel, illetve az eljárás megindulásának hiánya szakmai okokból történt. Ezt szó szerint még idéztem. Egyszer, csak hogy értsem. Szakmai okokból történt. Most amíg én nem ismerem meg ezeket a szakmai okokat, addig én nem tudok mit lehet mondani. Ez? Van egyáltalán tippje? Nem, nincsen semmi. Szóval oda akarok kiukadni, még hosszan lehetné itt az eseteket sorolni, meg a személyeket, hogy miért vagyunk tehetetlenek, és ez mindhármajukhoz szól ez a kérdés, miért vagyunk tehetetlenek az agresszióval szemben? Hát én sok összetevője van, én most a verbális agresszióról szólnék. Akár azzal szemben, és akár pedig a fizikai. A fizikai, hát azzal nem vagyunk tehetetlenek, hogyha a rendőrség a helyzet magaslatán van, hogy úgy mondjam, akkor ezzel az agresszióval szemben nem kell feltétlenül tehetetlennek lenni. Az sokkal veszélyesebb, ami a szavak terén zajlik. Sajnos az a helyzet, hogy nagyon hosszú időn keresztül bagatellizáltuk Magyarországon. Maga volt, ugye nem vonom be ebből a körül, mert én nem bagatellizáltam soha. Azoknak a szavaknak, amik elhangzottak itt a politikában, azoknak a súlyát. És ez egy folyamatnak az eredménye volt, hogy idáig jutottunk, hogy ilyen töménységben és ilyen mennyiségben szabadon hangzanak el, és mindenféle megütközés nélkül. Tehát folyamatosan az inger küszöbnek az egyre magasabbra emelkedéséről volt szó. Hát emlékszünk, a 90-es évek elején Csurka István még kódolt módon zsidózott, nem volt lehetőség arra, hogy hatalmas botrány nélkül ilyen szavak megjelenjenek a nyílt téren, most már gátlástalanul. Tehát ez a gond ebben a dologban, hogy természetesen a véleménynyilvánítás joga mellett mindig is ki kell állni egy jogállamban, egy demokráciában. Arra van ötlete, hogy mitől bomlottak le a normáink? Van ötletem, attól bomlottak le a normáink, hogy a politikai hatalom megszerzése érdekében ezeknek az embereknek a szavazatára is pályázott a jobb oldal vezető pártja. Tehát politikai nyitatásokban? Igen. Egyetértek Zoltánnal, a szavaknak rendkívüli súlya van, és végezetül azt kell elmondanom, hogy meggyőződésem szerint itt a miniszterelnöknek is felelőssége van. Én nem boncolgatnám a beszédének a
sok érdekessége van, amit szakemberek, majd történészek fognak sokáig elemezni. Szerintem a stílus alpárisága, azok az alpári kifejezések, amelyek előfordulnak ebben a beszédben, nem tett jót ebben a helyzetben, hiszen az ő szavait skandálták a tüntetők. Pedagógiailag is helyesnek tartanám, vagy pedagógiailag tartanám helyesnek, ha elnézést kérne a stílus miatt, az ezen szavak használatát, és leszokna róla. Mit gondolnak, és akkor ez lehet, hogy egy szemtelen kérdés így a végére, hogy lehet, hogy azért mégiscsak valamennyi haszna ezeknek a napoknak, amit megélünk ezekben a napokban van, hogy a 16 éven át magunkkal hurcolt nosztalgiákat, szóhasználatokat, értelmezési problémákat legalább segítenek tisztázni? Hát nem vagyok jós, nem tudom megmondani, hogy mi lesz ennek a vége. Ez akár elfajulhat, rosszabb is lehet. Nagyon sok múlik azon, hogy a politikusok október 1-e után hogy fognak viselkedni az elkövetkezendő hónapokban, évek, esetleg években, hogy tanulnak-e ebből az esetből, vagy pedig milyen következtetés vonnak le, hát ezt én nem tudom kitalálni. Meglátjuk. Ha túléljük, akkor lesz haszna, ha nem éljük túl, akkor, hát meg, csak nincs, akkor meg minden. Csak nincs ekkora tétje vagy súlya, igen? Hát a köztársaság megrodjant. A köztársaság megrodja. Én szeretném kérni a magyar rendőrségtől, hogy fejezze be a hazafiat üldözését, míg 500 ember tűröznek agyrém, ne tűrözzenek senkit, az elfogott bajtársainkat engedjék ki, és tartóztassák le Gyurcsány Ferencet és a saját főnökeiket. Isten veletek!